Maradunk még mindig az állam alapításnál, vendégünk Paksi Zoltán történelem tanár. Ugye itt, hogyha Szent Istvánra gondolunk, nagyon sokan a történetét iskolán kívül a István a király rockoperából ismerik. Mennyire fedi le a valós történetet ez a rockopera? Hát nézze, ugye először is az egy irodalmi műnek tekinthető, mégpedig hát egy jelentős irodalmi műnek. Az alapja, tehát a magja, amennyire én tudom ezt, az alapja, tehát az, amiről szól a történet, az hiteles. Igyekeztek is egyébként szakértőt is bevonni, Györfi György történész volt a tanácsadója a Szörényi Bródi szerzőpárosnak, tehát hitelesnek tekinthető, természetesen ki van egészítve olyan elemekkel, mint például Réka koppánylányának a szerepe, akiről nincsenek források, tehát hogy létezne, kitalált személynek tekinthető. Tehát úgy kell az István a királyhoz közelíteni véleményem szerint, mint minden irodalmi műhöz, vagy hát zenei művészeti alkotáshoz, hogy művészeti értéke az elsődleges, és a történeti értéke az ezt csak kisegíti, vagy kiegészíti, tehát ez nem egy forrásmű természetesen. Ami a jelentősége, szerintem ez a mű emiatt nagyon fontos, és emiatt tartom nagyra a Szörényi Bródi 83-as alkotását, hogy a fiatal generáció, még az én generációm is annak idején, de még ma is a tanítvány generációk egy jelentős része is ebből a műből tájékozódik. Tehát a korhoz, ami hát most már 1000 év távlatában van, tehát nehéz közel hozni mondjuk egy mai tinédzsernek, de az István a király rockopera az alkalmas arra, hogy egy kicsit felelevenítse, közel hozza. Tehát az a zene, az a szöveg, egyáltalán az a stílus, amit képvisel, az még ma is tudja közvetíteni a fiatalok számára. Tehát én ezt nagy jelentőségűnek és nagy értékének tartom a műnek. Az, hogy vannak benne kitalált elemek, ez szerintem szükségszerű egy művészeti alkotás esetében. Nagyon sokan elgondolkoznak, mi lett volna, ha másképp alakul a történelem. Mi van, hogyha nem István nyerés, hanem Koppány? Hát persze, hát ez ugye olyan kérdés, nem akarom elviccelni a kérdését, mint hogyha azt tenni föl, hogyha az 54-es világbajnoki döntőn megadják a harmadik magyar gólt, akkor mi van mondjuk a hosszabbításban? Nézze, én úgy gondolom, hogy az államalapítás ünnepe többek között arról is szól, a Szent István nap, augusztus 20-a arról is szól, hogy a győztes, ennek a harcnak a győztese István tulajdonképpen ezzel a győzelmével megalapozta a magyar nemzetet a mai napig. Szeretném arra felhívni a figyelmét, hogy egyáltalán nem volt papírforma, hogy maradjak ennél a focis hasonlatnál, az, hogy a magyarság egyáltalán megmaradjon, túlélje azokat a viharos évszázadokat, sőt a közvetlen István korabeli viharokat is, amiket túlélt. Hát, hogy csak megemlítsem, magyaroknál nagyobb népek, mint a hunok például, vagy mondjuk az avarok. Úgy eltűntek, hogy nyomuk sincsen ma már. Ehhez képest a magyarság 1000 éven keresztül is megmaradt, és hát mi most beszélgettünk erről. Az én magánvéleményem a mi lett volna ha kérdésére az, hogy ami egyébként zárójelben jegyzem meg, érdekes kérdés, és egyáltalán nem tartom fölösleges kérdésnek az ilyeneket. Az én személyes véleményem az, hogy ha Koppány nyer, akkor mi most nem beszélgetünk erről a kérdésről. Tehát maga az, hogy a Magyarország létrejött, és maga a magyar nemzet fent maradt, az maga István személyének köszönhető? Hát személyének és a művének azért a kettő nem esik egybe. Tehát István személye óriási jelentőségű. Tehát természetesen az istváni mű elsősorban hozzá kötődik. De azért én még két nevet hagy említsek meg itt, mert róluk kevesebb szó esik. Az egyik egy előkészítő, az édesapja Géza, nagyfejedelem, akinek egyébként a keresztségben szintén István volt a neve. Tehát Géza nagyfejedelem hozta meg az alapvető döntést. Tehát Géza hozta meg azt az alapvető döntést, hogy alapítsunk államot, vegyük fel a kereszténységet, és ez a kereszténység a nyugati kereszténység legyen, amivel a nyugati kultúrkörbe fogunk bekapcsolódni. Na most ezt a művet folytatta István. És akkor a másik név pedig Szent László, aki két generációval később István halála után pedig befejezte ezt a művet. Tehát Istvánnak a műve nem kizárólag az ő tevékenységhez kapcsolódik, természetesen elsősorban hozzá, de ez egy generációkon átnyúló mű, különben nem is lehetett volna ilyen tartós természetesen. És hát azért arra még visszatérve erre a papírforma vagy nem papírforma kérdésre, hogy olyan alapokat talált István, tehát olyan alapokra helyezte a magyar nemzetet, ami tulajdonképpen a 20. század elejéig megkérdőjelezhetetlen maradt. 1918-19-es forradalmakig megkérdőjelezhetetlen alapok voltak, nevezetesen a kereszténység és a magyar nemzeti
tudatnak a kapcsolata, és mindez egy európai kultúrkörbe ágyazva. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hármasság, tehát a kereszténység, a magyar nemzeti tudat és a keresztény nyugati Európa, ez 900 éven át megkérdőjelezhetetlen volt Magyarországon. Még egy gondolatot, ha megenged, szóval, hogy itt a nyugati kultúrkör mellett döntés az ilyeneket jelentett, amit mi ma már evidensnek, magát értetődőnek veszünk, hogy gótikus templomaink vannak, hogy egyetemeink vannak évszázadok óta, de egészen odáig bezáron, hogy nem pottyantós vécénk van, hanem vízöblítéses. Ez mind annak a következménye, hogy Géza nagyfejedelem és természetesen István meghozta azt az alapvető döntést, hogy mi a nyugati kultúrkörhöz fogunk tartozni. Ez az igazi jelentőség az én szememben ennek, és hogyha nem István nyer, kérdés persze, hogy mi lett volna akkor, ha, de alig ha beszélgethetnénk most erről a kérdésről. Itt említettük, ugye, hogy folyamatosan beszélgetünk István és az ő személyéről, viszont említette, hogy Géza felvette a kereszténységet, és a kereszténységet az István nevet. Igaz az a feltevés, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy az intézkedések nagy részét nem is nagyon lehet emiatt elválasztani, vagy nem lehet tudni, hogy kihez kapcsolódik, Gézához vagy Istvánhoz. Én azt gondolom, hogy mindegy. Azért mindegy, mert mondom, mi igazából nem István személyét ünnepeljük, persze kitüntetett az ő személyisége is ebben, de igazából itt a művéről van szó, és mint mondtam az imént, ez nem kizárólag ő hozzá kapcsolódik. Nem gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy most egy adott intézkedés az konkrétan Gézáé inkább, vagy Istváné, sőt, hát mint említettem, vannak intézkedések, amiket jóval később László hozott meg, és tett pontot erre az átalakulásra, tehát ez egy generációkon átívelő program, ezt nem lehetett megcsinálni egy ember öltő alatt, természetesen a munka dandárját azt István végezte el. Arra azért felhívnám a figyelmét, hogy gyakorlatilag a korról alig tudunk valamit. Tehát hogyha most a tényekre szeretett volna rákérdezni, ugye a történelem forrásokkal dolgozik. Most a forrásaink elsősorban írott források szoktak lenni. Na most írott forrásunk alig van a korból. Úgy tudnám érzékeltetni, hogy egy puzzle játékot képzeljen el, vagy egy puzzle képet, amiből itt-ott vannak bizonyos elemek. Néha még össze is kapcsolódnak, ha szerencsésebben nyúlunk a dologhoz, de alapvetően a nagy portréból, mondjuk István személyisége, vagy István arcképe portréból csak olyan keveset tudunk összerakni, hogy tulajdonképpen a nagy része az inkább már a legenda és a szimbólumok világába tartozik, ami nem baj, mert ugye a személyisége olyan horderejű, hogy az túlmutat a konkrét történeti személyen, és már képvisel valami többet, ami már a magyarság, ami már a kereszténység, ami már az európaiságunkhoz kapcsolódik. Ugye beszélgettünk arról is szintén, hogy István döntésével vagy akaratával nem mindenki értett egyet a vezetőségben sem. Viszont hogyan tudta a néppel elhitetni vagy elhinteni azt, hogy amit ő gondol, az jó? Hiszen itt más vallást kellett felvenni, más szokásokat, más kultúrát. Igen, hát igen, nyilván ez az egyik oka, ami miatt ez hosszú mű volt, hosszan kifutó mű, de azért itt sokszor elfelejtik, hogy azért a Kárpát-medencében volt kereszténység. Tehát ezt nem István találta ki, vagy az István idejében idejött nyugatról, vagy Csehországból, vagy Itáliából idejött papok hozták, hanem a Pannonia részen évezredek óta, hát pontosabban évszázadok óta egy évezrede, volt kereszténység, hát csak a pécsi ókeresztény mauzólemre utalok, tehát azért itt voltak gyökerei, voltak keresztény közösségek, amelyek túlélték a népvándorlást, tehát maga a kereszténység a pannoniai részén a Kárpát-medencének nem volt ismeretlen. A Dunától keletre igen. Tehát ott kétségtelenül sok esetben ez politikai döntés volt, és mint a politikai döntések általában, hát hatalmi kérdés. És hát ugye István abban a pozícióban volt, illetve egy olyan pozíciót alakított ki az édesapja, Géza, amit ő megörökölt és továbbépített, ami alapján azt tudta mondani, hogy gyerekek, ez az út, amit kijelöltünk, vagy kijelöltem, hogy ez nem egy demokratikus kor értelemszerűen, és mi ezen az úton megyünk tovább. Tehát, hogyha a személyre térünk még egy pillanatig vissza, a műn belül a személy, tehát az istváni mű és az istváni személyiség kapcsolatára, ez kétségtelenül nem, ettől nem választható el István. Tehát ez István nagy érdeme, hogy jó döntést hozott, a jó döntés mellett kitartott, és az ellenvéleményeket legyűrve is végigvitte.
Tehát ez ma már, amikor ugye demokratikusan gondolkodunk, egy kicsit talán furcsa, hogy ezt mondom, hogy ez volt az értéke, de valamelyest mondható ez, tehát ez az istváni személyiségnek a nagy értéke, hogy nagy türelemmel, nagy megértéssel, legalábbis a források, főleg a legendák szerint mondható ez, de határozottan és keményen vitte végig az alapvető döntést, amit az édesapja és ő együtt hoztak meg, vagy hát egymásra épülve hoztak meg. És ha még egy dolgot szabad itt említenem, a diákjaimnak szoktam mondani, hogy mi ugye általában kritikusan nézünk önmagunkra, magyarok, hogy hát mások biztos így, meg úgy, meg amúgy. Azt fontolja meg egyszer, hogy a magyarok előtt, most itt a Pannóniáról jutott eszembe, meg a Dunától keletre, hogy a mi Kárpát-medencénk az úgy nézett ki magyarok előtt, a magyarok bejövetele előtt, és főleg az istváni mű előtt, hogy volt egy Pannónia, egy nyugati rész, ami a nyugati fejlődéshez tartozott, és volt, tehát tulajdonképpen a Nyugat-Európa keleti pereme volt. És volt egy alföld, mondjuk így leegyszerűsítve, tehát a Dunától keletre, ami a keleti sztyeppéknek a nyugati vége. Tehát két külön világ, azt mondanám, hogy a Duna mentén ketté tört ez a Kárpát-medence, és az az első nép, amelyik felfedezte, hogy ez a Kárpát-medence, ez egy egység. Szinte földrajzilag is kínálja magát, zárójelben nem voltak történelmi, meg földrajzi atlaszaik és világűrből készített térképeik, hanem ők maguk látva ezt a térséget felfedezték ennek az egységét. És az istváni műnek ez is nagy értéke, de ez meg visszamegy egész a honfoglalásig, hogy onnan kezdve szisztematikusan építgették, hogy ez egy politikai egység legyen, szemben azokkal a korokkal és népekkel, amelyek tulajdonképpen csak a Dunáig érdeklődtek, rómaiaktól kezdve a hunokon át. Mondhatnék itt még jó pár példát. Mi az, ami vonzóvá tett a Szent István számára, hogy a nyugati és a keleti peremet így összekapcsolja? Hát először is nyilván ennek volt egy lelki szintje, gondolom én. Ugye ő egy mélységesen hívő keresztény ember, szemben az édesapjával, akiről ez nem nagyon mondható el. Ugye Géza sokkal inkább politikai kereszténynek nevezhető, mint sem hitvalló kereszténynek, de István számára ez azt gondolom egy küldetés is volt. Tehát volt egy ilyen keresztény küldetés ebben. Nyilván volt ebben egy nemzeti küldetés is, hogy valamiképp a népének hazát teremteni, ha nem is a mai értelemben vett nemzetben gondolkodott, ahogy ma mi látjuk a nemzetet, de valamilyen nemzeti felfogás biztosan volt benne, hogy a népemnek egy hazát teremteni. Tehát a keresztény és a nemzeti egészen biztosan ebbe a küldetésbe benne volt. De hát természetesen ebben nyilván voltak napi, vagy hát akkor fontos politikai, ma már lényegtelen politikai kérdések, hogy itt egy hatalmi vákum volt. Tehát itt tudta megcsinálni, nem máshol. Tehát itt volt lehetőség erre. A Kárpát-medencében, mondom még egyszer visszautalva az előbbire, hogy a magyarok vették észre először, hogy hoppá, ez egy egység, ezt meg lehet szervezni. Tehát itt volt. Eddig ezt nem vették észre, hogy minden nap életben is van, hogy az ember jön-megy, és egyszer csak észrevesz, hogy hoppá, ez másoknak meg nem tűnt föl. A magyaroknak feltűnt. És akkor ő ezt szisztematikus munkával megszervezte. Tehát úgy gondolom, hogy ez az ő művének az aktuál politikai szintje, ami egyébként fontos, de ez már történészi kérdés, meg történettanítási kérdés ma, meg egy augusztus 20-i ünnepen, én azt gondolom, ennek kisebb a jelentősége ma már. Picit még kanyarodjunk vissza Gézához, hogy amikor elhatározod, hogy a kereszténységet fel kell venni, és nem akarok szentségtörő lenni, de itt a kereszténység az egy eszköz, vagy egy hit? Mármint Géza számára? Igen. Hát Géza számára eszköz. A számára is. Géza számára fel? Eszköz. Én azt gondolom, hogy Géza számára egyértelmű eszköz. Géza egy varkocsos, keleti típusú törzsfőnök. Tehát egy ilyen jó politikai érzékkel megáldott, gondolom, rafinált, ravasz, ami kell nyilván egy mindennapi politikai vezetésben, mert enélkül lehetetlen, és jó érzékkel vette észre, hogy nincs mese. Ez az út van, vagy a pusztulás. Ez volt az ő választása, és azért ez nem volt egyszerű. Hát 973-ban Quedlinburgba hívta első nagyottó, német-római császár a magyar, a lengyel és a cseh fejedelmeket. Egy ilyen Európai Uniós bővítési csúcs volt, egy korabeli, hogy keresztény Európába bebocsátatni. Nagyottónak is volt egy ilyen keresztény küldetéstudata, nagyon erős küldetéstudata is. Plusz aktuál politikailag is fontos lett volna a németségnek egy ilyen lenyugtatott, békéssétett keleti szomszédok sora. Szóval
őneki oda kellett volna mennie ahhoz az emberhez, Nagy Ottóhoz, aki 7 évvel korábban, 955-ben Augsburgnál elpusztította a magyar sereget, megalázta a magyar sereget, a kalandozó magyar sereget. Szóval ezek nem voltak egyszerű vonzó lépések. Azt gondolom, hogy neki nagyot kellett nyelnie, amikor azt mondta, nem is ment el egyébként Quedlinburgba, hanem követeket küldött. Tehát ő személyesen nem is bírt elmenni, hanem de követek útján ott volt. Tehát érezte, hogy mégiscsak ott kell lenni. Tehát nem lehet ebből a bővítési fordulóból kimaradni, mert menni kell, ez a jövő. De ez azt gondolom politikai döntés. Na most István esetében, mint az előbb mondtam, nyilván nem egyszerűen erről van szó. Istvánnak van egy hitbeli, küldetés, tudatbeli szintje az ő tevékenységének, ez világos. Hát a legvilágosabb az a halálából. Tetszik tudni, hogy 1031-ben a fia meghalt, ugye két fia született, az egyik kicsi korában meghalt, Otto, és egy nőtt fel, ugye Imre herceg, és hát ő lett volna az utód, és 1031-ben egy szerencsétlen balesetben meghalt. Istvánt ez összetörte. Emberileg, apai mi voltában összetörte teljesen. De mint politikust is, mert nem látta, hogy mi lesz ezután, és ugye augusztus 15-e előtt vagyunk most picivel, azért Nagy Boldogasszony ünnepe, augusztus 15, mert a legenda szerint István ezen a napon ajánlotta föl Magyarországot a szűzanyának. Tehát ez a momentum, most akár igaz ez így, akár csak legendás, de nem ez a lényeg benne, hanem az a lényeg benne, hogy ez mutat valamit az ő politikájának a küldetés szintjéből. Tehát, hogy nem csak napi politikai, logikai sakjátszmákban gondolkodott, nyilván abban is, mert abban is kell egy politikusnak. Következő kérdésem lett volna, hogy Magyarországon a Mária kultusz az Istvánnak köszönhető, hogy ilyen erős, vagy annak, hogy a ősanya kultusz alakult át? Nyilván ugye itt a magyarság egy nagyon erős pogányhitet hozott, ez vitathatatlan, de ahogy az előbb említettem, azért a Pannoniában nem lehet lebecsülni a keresztény gyökereket sem, tehát bizonyára ez az ősanya kultusz is valamiképp megkeresztelődött, ez nem istentől elrugaszkodott dolog egyébként, hát tudja jól talán, hogy a karácsony is egy megkeresztelt pogány ünnep, ugye a nap fényünnepnek a megkeresztelése, tehát több ilyen eset is előfordul a kereszténység történetében. Tehát, hogy pogány ünnepeket tesz keresztényé a kereszténység. Tehát ez elfogadható gondolat, de én azt gondolom, hogy azért Istvánnak ebben döntő szerepe van. Tehát, amit az előbb mondtam itt ugye a Nagy Boldogasszony ünnepe kapcsán, de természetesen a későbbi korok is. Hát, sajnos a történelmünk olyan, hogy voltak benne pillanatok, amikor tényleg nem lehetett más tenni, mint amikor az ember is, ugye a hitben ez gyakran van, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy most már tényleg semmilyen emberi szinten nem tud már kilátás, nincsen kapaszkodó, akkor tud a legközelebb kerülni az Isten. Ezeket a nagy megtérések is ekkor következnek be, amikor tényleg az ember olyan szintre kerül, hogy tényleg olyan közel az Istenhez, mint István a nagy tragédiák után, a halál előtt egy kilátástalan helyzetben. Hogy akkor most mi végre volt az egész életem, hogyha a művemet, amit nem tudtam befejezni, mert nem lehetett befejezni, nem tudom az egyetlen fiamra, mert ő már nincsen. Hogy lesz így? Nincsen utódom, nincs egy olyan ember, akire nyugodt szívvel rábízhatnám. És az a döbbenetes, számomra egyébként gyönyörű, a magyar történelem egyik gyönyörű fordulata, hogy az a Szent László fogja befejezni majd ezt a művet, aki ugye az István által megvakítatott Vazulnak a leszármazottja. Tehát az István és Imre halálával az István vonal az Árpádházban kihalt. Az összes többi árpádházi utána a Vazul leszármazottja. Annak a Vazulnak, akit azért vakítatott meg István, mert pogány volt, vagy pogány veszélyesnek tűnt, hogy visszaállítja a pogányságot, és majd az ő leszármazottjai, elsősorban Szent László, fejezi be az istváni művet, túllépve a személyes családi sértettségen, ami nyilván azért megvolt, hát ennek senki nem örül. Végezetül egy kérdés, minek köszönhető az, hogy ilyen erősen tényleg egyetlen egy uralkodónkra emlékezünk meg, és ünnepeljük az István? Hát mert, mint mondtam, a papírforma ellenére, minden várakozások ellenére megmaradtunk. Szóval az, hogy mi most itt ülünk Ajkán, 2014-ben is beszélgetünk itt egy nemzeti ünnepünkről, ez nagyon erősen neki köszönhető. Nyilván ez az egyik oka, egy zárójeles példát hadd mondjak, Rogerius mester 1242-ben a tatárjárás után, amikor a tatárok kivonultak, végig megy Magyarországon, egy német szerzetes, és ír egy művet Magyarország pusztulása címmel.
és azzal a mondattal kezdi 250 évvel István után, István halál után 200 évvel mondjuk, hogy Magyarország 250 év fennállás után megszűnt. Pont. Most ez volt 750 éve, és mi most itt ülünk és beszélgetünk. Tehát ez egy olyan jól sikerült mű, amin még rontani sem nagyon tudtak a következő generációk. Elsősorban a 20. század egymást váltó különböző szélsőséges diktatúrái ellenére is meg tudott maradni. De azért van az szerintem egy kicsit olyan oldala is ennek, hogy nyilván a keresztény egyházak is most mindegyikre gondolva, nem csak a katolikusra, hanem amikortól protestánsok is vannak, ők is, ha kicsit más hangsúlyjal is, de tulajdonképpen felkarolták ezt a kultuszt, és fontosnak tartották. Tehát összekapcsolódott továbbra is a keresztény és a nemzeti gondolat. És hát ennek talán van egy olyan hát földszintes magyarázata is, hogy István meglehetősen távol van már az időben ahhoz, hogy már lehessen szeretni mindenkinek, tehát irányzatoktól függetlenül elfogadni lehessen, mert az idő már olyan jótékonyan távolba helyezte ezzel az ezer évvel, hogy már, hogy én innen nézem, te meg onnan nézed, te meg amonnan, ennek már igen kicsi jelentősége van. Tehát, hogyha valaki számára fontos a nemzet, fontos a magyarság, akkor független attól, hogy ma már, független attól, hogy hívő, vagy ha hívő, milyen felekezethez tartozik, ha a magyarság fontos a számára, akkor az istváni mű, és benne István személy az döntő fontosságú. Köszönjük szépen! Én köszönöm.